Az egész életemben ezt tartom fontosnak. Ezt én már kis csecsemőkoromban is megírhattam volna. Magamba szívtam. Anyám azt mondta, ha szeretsz és szeretnek, megvan oldva minden. Ha nem, semmi. Csinálhatsz karriert, lehetsz gazdag, lehet pénzed, hatalmat elérhetsz, küzdhetsz, vereséget, diadalt, mindent megélhetsz. Ha nincs szeretet, szerelem, ha nincs ölelés, akkor nincs semmi sem megold. És ezt én mindig tudtam. És így értem le az életemet, ritkán tudtam olyan ihletett állapotba kerülni, mint ennél a könyvnél, mert ebben a könyvben a mester, aki én vagyok, és ugyanolyan gyarló, mint én, egy öreg bohóc, ilyen, mint amilyen én most vagyok. Ez rájött arra, hogy nem verbálisan kell tanítani, nem osztani az észt, hanem öleléssel, tánccal. Átfogod a derekát, repülsz vele, és többet adsz át, több üzenetet, több bölcsességet, mint hogyha leülsz, és 8 szemesztert oktatod őt, és tömöd a fejét. Ez így van. Nem mester az, aki nem kelt egy bizonyos értelem, magas rendű értelemben, nem kelt valamilyen fajta erotikus légkört maga köré. Az mindig ott van. Ez szétválaszthatatlan. A hindu bölcseletben azt mondják Sat Chit Ananda. Ez azt jelenti, a Sat az a létezés, az örök lét, maga az, hogy élünk. A Chit az a gógyi, hogy baromi okosak vagyunk, érteni akarjuk. És az Ananda az azt jelenti, hogy gyönyör. Gyönyör nélkül nincs igazság a földön. Gyönyör nélkül az ember nyomorult, nyomorék, akármilyen okos, és akármennyire próbálja az életét élvezni, a gyönyör az elsődleges. Ugye volt egy, hogy a gyönyörű sor hogy van, egy célunk, szándékunk nem jut eszembe, gyönyörüket írni. Egy költő gyönyörüket akar írni, és gyönyörködtetni akar. És úgy érzem, hogy ebben a könyvben nekem ez sikerült. Baromi gyönyörűség volt megírni. Sokszor tegnap este is felolvastam a könyvből, és azt láttam, hogy a hallgatóságom, az olvasóim belém szeretnek, és én szerettem őket. Egész más hangulat lett ott, mint bárhol. Az a csodálatos előnyünk van. A szeretetre 3 szavunk van, a szeretet, a szerelem és a szeretkezés. Ez elválaszthatatlan. Ez a 3-1. Ebből lesz az emberiség, ebből lesz minden lény. Ez az egész teremtés gyökere. Ez a 3 együtt. És még az is különleges, hogy ez a szó, hogy szerelem, ez csak is a magyar nyelvben van. Ez borzasztó fura. De miért van ez így? Nem tudom. Hát azért, mert ilyen mély nyelvünk van. Idegen nyelvek, I love you. És de az nem azt jelenti, hogy én szerelmes vagyok beléd, hanem azt, hogy szeretlek. Pedig az eredeti értelme a szerelemnek, a görög értelme, az egy felfokozott szeretetet jelent. Nem azt jelenti, hogy hát van a szerelem, de aztán jön a szeretet, ami mindent átfog, hanem a szerelemben benne van az a fajta intenzív forróság, amitől kihagyhatatlan a férfi és a nő kettős, teremtő kettőssége. És ezt nem tudják lefordítani. Uh-huh. Nincs. Most én írok és tanulmányoztam pszichológiát, dr. Buda Béla azt mondja, hogy azért nem kutatják ezt a területet, mert csak magyarul van. Uh-huh. És ma a magyarok nem kutatják. Tehát nem tudják definiálni, mi az. Ez tulajdonképpen elválaszthatatlan fogalmak. Nem szabad ezeket külön tépni. Nem szabad az egyiket bűnösnek tartani, a másikat pedig erényesnek.
hanem ez egy embernek lenni, követni az Isten, isteni teremtésnek azt a csodáját, amiben élünk, ahol mi magunk is teremtőké válunk, férfiak és nők, ott a szerelemnek döntő jelentősége van. És most mondok valamit, amikor Jézus Krisztus fölviszi a tanítványait a hegyre, ez a színeváltozás, és egyszer csak egy szellemjelenésekkel találkoznak, az ősi, hatalmas zsidó proféták, bölcsek megjelennek, ott állnak ezek a csodába. És akkor az Isten hangja megszólal, és a magyar Károli féle fordításban azt mondja, ez az én szerelmetes fia, őt hallgassátok. Tehát összevonja a kettőt, a szerelmet és a szeretetet. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a szeretet az olyan, az egy langyosabb kevés fogalom, ugye? Mint a szerelem. Mert az forró. Szeretet miatt, tehát a szerelem az, ami miatt az ember az életét föl tudja áldozni. De az ember másba is, nem csak emberbe lehet szerelmes, nem? Hát persze. Tehát érezhetek szerelmet a munkám iránt. Hát abban a pillanatban, amikor én te kapcsolatba kerülsz bármivel, az a szerelem érzését, természetesen az igazi a férfinő. Igen. Mert ebből vagyunk. Igen. De az igazi szerelem az mindig én te. Itt vagyok én magamba bennem, és itt vagy te, és kettőnk kapcsolata, kettőnknek a viszonya az sorsdöntő. Nem tudja az én meggyőződésem szerint a magányban vonuló, az életet megtagadó, a hegyre visszahúzódó remete nem tud igazán az Istenség közelébe kerülni, csak akkor, hogyha összeteremti magában azt, ami férfi és nő, összeszereti magába a kettőt. Látod, én azt gondoltam, hogy ha elvonulok, ha majd meditálok, hogyha sok időt tudok szánni erre a dologra, a családommal. Vissza kell jönni. Vissza kell jönni? Vissza kell jönni. Csak Ádám és Éva együtt estek ki a paradicsomból, nem fogadja be szólóba a Jóisten egyikencse. Nem lehet azt mondani, hogy hol hagytad a párodat. Hát a párom nem is tudom, hol van. Álljunk csak. Na, menj szépen vissza. De előfordulhat olyan, hogy az ember képes egymaga megteremteni ezt az egészet, csak ehhez igazán mesternek vagy gurunak kell lenni? Szerintem nem. Nem. És akkor most még tovább megyek. A nőnek ebben hatalmas szerepe van. Az a fajta tudás, amivel a nők rendelkeznek, az az ős sejtelem, az többet ér, mint a mi okosságunk. Gondolod? Igen. Csak nem azért, gondolom, csak bizonyos vagyok benne. Csak abszolút. Azért, az jut eszembe, hogy amikor én találkoztam a párommal, az én férjemmel, ami szerintem sorsszerű találkozás volt, és jó sorsszerű találkozás, akkor ő volt az, aki biztos volt első pillanattól kezdve, hogy engem feleségül fog venni. Én csak azt éreztem, hogy én őt ismerem. És akkor elgondolkodtam, hogy vajon mi nők tényleg többet tudunk, vagy az kellett, hogy neki súgjon az ég. Nem. Hanem ez úgy kibontakozik az élet során. Van, akik nem jönnek rá. Van, aki halál a pillanatában. Most írok arról, Márai Sándor az egyik könyvebe benne van, ahol idézem a Márai Sándor naplóját. A felesége halála után tudta meg, mert találkozott a túlvilágra, már árköltözött feleségével, a Lolával. Médium lett a Márai, leírja a naplójába, elkezdett beszélgetni az asszonnyal, aki üzent neki, és a túlvilágról vallott szerelmet neki, és elmondta, amit ő nem vett észre, hogy egész életében szerelmes voltam beléd. Te a könyveidet másoknak írtad, de én a naplómat csak neked. Ja, Istenem. És erre akkor jött rá, amikor már Lola nem volt. Azt se tudta egyébként a Márai, csak az élete végén, hogy van egy ilyen spirituális kapcsolat, csak mivel fantasztikus író volt, és őrületesen pontosan leírta minden tapasztalatát, leírta a csodát is. Médium lett. Fájdalmában. Elhagyatottságában. Vajon önző volt élete során? Nem volt elég, tehát hogy önző volt az a nem találta meg. Nem találta. Ezt a dolgot, amiről beszélünk,
nem találta meg. Tudod, mennyi reményt adsz azzal, hogy a saját szerelmedről, a feleségedről ilyen szépen írsz? Hogy férfi tud így érezni nő iránt? Hogy tud ennyire szeretni? Igen, ő nem szereti, ha írok róla. Nem. Ha se szereti, ha beszélek róla. Akkor nem kell. De amit el lehet mondani, ami az enyém, azt elmondhatom, ami az övé, ezt majd mondja elő. Ami az enyém, hogy nagy ajándék és kegyelem egy férfi életében, ha tud figyelni egy nőre, ha fel tud nézni rá. Ez egy óriási nagy adomány. Családon belül a nőnek kell lenni a középpontnak, ott az őssejtelemnek kell uralkodni, ott a szeretetnek kell uralkodni, és a nőnek kell középpontban lenni. De közben úgy, hogy a férfi azt érezze, ő a férfi. Tudod, hogy mondják japánul, hogy feleség? Hogyan? Okuszán. Ez azt jelenti, hogy a férfi titkainak a tudója. És egy olyan házat ábrázol az írásjel, aminek a közepén van egy rizsszem. És onnan ered minden. Ez a feleség. Ez az anya. Egy igazi, jó család, attól család, hogy van egy fantasztikus anya. Olyan lehetséges, hogy egyszer csak a nők uralkodnak a földön. Nem. Az még nem. Figyelj, nem volt ilyen, és az se volt jó. Nem volt jó. Nem, de tudod, mi volt a baja? Nem. A matriarkátusnak? Mi? Az volt a baja, hogy nem akart megcsinálni azt, amit azóta meg nem akart fejlődni. Uh-huh. Azt mondta, jó. Uh-huh. Tehát egy hatalmas, nagy, boldog állóvíz, egy dagonyázás volt, és azt mondta, nem kell feltalálni, meg fölfedezni, meg túrni, meg csinálni. Nem kell az Ádámnak így örökkösen, nyugtalanul új és új világokat teremteni. Maradjunk benne ebbe a mi világunkba. Az igazán csodálatos világok, azok úgy keletkeztek, hogy tudták azt, hogy ez a kettő egyensúlyban van. Nem csak az a gyönyörűség a nő életében, hogy gyereket szül, mert akkor már anya. Igen. Hanem mint nőnek, mint asszonynak, mint női lénynek kell boldognak lenni. És ez a férfitől függ, aki szeretni. És ez tényleg a férfitől függ. Szegény férfiaknak is fel van adva a lecke. Mindenkinek. Igen. Említettük a sorsfordító találkozást, vagy a sorsszerű találkozást. Hogy szerinted annak van bármi receptje, hogy az ember ráismerjen arra valakire, akivel valóban dolga van, akivel össze van kötve? Recept nincs. Ez a legnagyobb titok. Ez a legnagyobb titok. Ugyanis, ha végignézünk egy életet, ami már félig meddig leélt, akkor azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor volt szerelmes. Ebbe és minden szerelméről azt hitte, hogy az igazi. Aztán kiderült, hogy mégse az igazi. De amikor szerelmes volt, és ilyen a szerelem, akkor arra a helyre teszi be azt, aki szembe ül vele, aki a lelkemben az igazi. Ha én most beléd szeretek, nem tudom a feleségem nézni a műsort, meg a férjed, akkor az történik, hogy arra a helyre teszlek be magamba, ahol a nő van. És rád vetítem azt a szomjúságomat, amit én egy nőtől várok. Tehát kivetítés is. Ez minden szerelmet így. Igen, egy öreg ember legalább 30-40-szer volt már, találkozott az igazival, aztán mégse. De van egy igaz is. Egy igazi. És annak igen jele az, hogy avval találkozol, abban nagyon-nagyon hosszú idő van. A Carl Gustav Jung, mikor erről faggatták, és ő aztán nagyon keresett az életbe, nőkkel zavarosan élt, két felesége is volt meg. De amikor erről faggatták, azt mondta, hogy onnan lehet megtudni ezt az igazi kérdést, hogy sokáig tart. A végén derül.